zeneszerzők napjainkban már nem úgy dolgoznak általában véve, sőt idősebb zeneszerzőknél is tapasztalható, hogy most már előkerül a számítógép minden esetben, és ugye a zongora és a kottapapír, amelyiknél ugye a fejben dőltek el sokszor a dolgok, hozzá kellett a szerzőnek képzelni, hogy na erre még mi jön. Egyidejűleg ugye maximum két szólamot tudott eljátszani a két kezével, és akkor hozzá kellett gondolni azt a szólamot, ami még nem született meg, vagy már megszületett, de még nem lett kottapapírra vetve. A számítógép ebből a szempontból őrületes változást hozott az alkotói folyamatban, és ennek egyben lett egy érdekes következménye, hogy a szerző képes volt egy viszonylag teljes összhangzást hallani az alkotó folyamat során, és ez az összhangzás aztán automatikusan vezette rá, hogy hát ha már ez így együtt szól, akkor egy picit vegyünk vissza ebből, egy picit tegyünk hozzá ahhoz, stb. És észre se vett, egy pillanat alatt belépett a hangkeverésnek a tudományába, még hogyha nem is tudatosan, nem is megfelelő hátterekkel, de elkezdett a számítógépen keverni. Na most ott tart a világ, hogy most már a megrendelők felé muszáj olyan anyagot leadni, ami valamilyen módon követi az aktuális trendeket, tehát nem lehet akármilyen, éppen hogy összetolunk valamit, és valami gyengén szóló, aránytalan, fakó, kevésbé érdekes mixet prezentálni. Egészen komolyan elvárják már sokszor, hogy ha nem is a tökéletes, de megközelítőleg az a hangzás szólaljon meg, ami aztán a későbbiekben véglegessé válik. Na hát itt aztán jön az első probléma, ugyanis ahhoz, hogy tovább lépjünk ezen az úgynevezett demo hangzáson, ahhoz már képbe jönnek bizonyos olyan eszközök, amivel nagyon sokan zeneszerzők nincsenek tisztában, de az az igazság, hogy hanggal foglalkozó szakemberek se feltétlenül. Nagyon erőteljes a spekulációnak a jelensége ebben a tekintben, mert tekergetjük ott a gombokat, fogalmunk sincs róla, hogy mit csinálunk, és egyszer csak, hú, ez jó, és akkor így keletkezik aztán a mű, csak az a baj, hogy ebből aztán a végén elég nagy káosz, meg kaotikus hangzás alakul ki. De megpróbáltuk összeválogatni néhány olyan fontos dolgot, amivel azért már sikerélménye van a szerzőnek, hogy egy kicsit, hogy mondjam, jobban szóljon a produkciója. Ugye csak egy pár szó, ugye nagyon megváltozott ez a dolog. Régen ugye mi volt a fontos? A dal, az nagyon fontos volt, a dallam. Nagyon fontos volt az előadó személyisége. Amennyiben ugye szöveges előadóról volt szó, énekesről, akkor ugye a szövegnek volt még ilyen nagy jelentősége, és sokat számított régebben is az arancs, illetve a zenekar, vagy akár legyen egy rock, beat zenekar, vagy akár egy big band, az arancs, tehát hogy volt meghangszerelve az a zene, és így ebből állt össze, minden a szerencsésen alakult, akkor ezt szerették az emberek, és sikeres lett a kiadvány. Napjainkban egy kicsit már más a helyzet. Nagyjából hasonló, csak ezek a különbségek már kezdenek elmondani. Már a dallam, a szöveg, sok zenei műfajban már nem feltétlenül a legfontosabb, de azért úgy még nagyjából áll ez a, hogy mondjam, sorrend. Viszont bejött egy nagyon fontos kérdés, a hangzás. Tehát napjainkban, ezt bátran kijelenthetem, hogy bizonyos zenei műfajokban, tehát a könnyű zenében, pop, rockban mindenképpen, de bizony már a komoly zenei világban is a hangzás, a nagy terek, a kristálytiszta megszólalás,
az már bizony-bizony szempont ugye a hallgató számára, tehát most már az van, hogy bármennyire is jó a dal, annyira rosszul szól, hogy nem jó hallgatni. Ez régen nem volt, mert azért még mindig nagyon tudunk örülni egy 1950-ben vagy 50-es években készült régi Elvis Presley-nek mondjuk, amelyik ugye a maga a technikai színvonalán, de ma már egy kicsit megmosolyogtató hangképben szól. De a ma született produkcióknál viszont már eleve be kell kalkulálni ennek a hangzásnak a kérdését, és ez bizony már nem csak technikai, illetve hangmérnöki probléma, hanem zeneszerzői probléma is. Mert egy zeneszerzőnek most már nem biztos, hogy elég ma egy jó dallamot kitalálni, egy jó harmónia világot kialakítani, hanem bizony már szüksége van ügyes kiállásokat kreálni, rendkívül kreatív módon kell gondolkodni, hogy mit tudom, bizonyos hangszerelési elemeket nem zenei eszközökkel old meg, egy kis dallam bejátszással, valami background dallammal, hanem effektben gondolkozik, hogy ott az éneknek a sor végén, ott nem játszok be semmit, hanem ott beismétel mondjuk az énekes, vagy egyéb trükköket alkalmazunk, és ez már a zeneszerző folyamatban bizony-bizony már szemponttá kezd válni. Tehát ezért most ugye mi ezt a részét egy kicsit körüljárjuk, ezt a hangzás kérdését. Nézzük meg, hogy hogy alakítunk ki egy hangzást. Ugye a hangzás kialakításánál ugye többféle megközelítés létezik. Az egyik a technikai szempontok. Tehát ugye akarva-akaraton szükségünk van arra, hogy bizonyos technikai kérdéseknek megfeleljünk. Ezek több nem igazán tartozik a zenei részéhez a dolognak, de elkerülhetetlenül meg kell csinálni. Tehát az a zeneszerző, aki ebben a kérdésben biztonsággal akar mozogni, annak bizony a bizonyos technikai dolgokkal tisztában kell lenni. A másik nagyon fontos dolog az a hangzás kérdés, a psychoacoustikus szempontok. Ugye tudnunk kell, hogy a fül és az agy együtt egy igen érdekes szerkezet. Ugye a fül, a dobhártyánk az tulajdonképpen egy fölfogható, hát nagy leegyszerűsítéssel egy mikrofonnak is. No, szóval a psychoacoustikai szempontok esetében ezt a kérdést kell vizsgálni. Na most tudni kell, hogy ez a rendszer, a fül és az agy együtt, ez egy nagyon nem lineáris történet. Egy mikrofonnál ugye előírás, hogy a lehető legszélesebb frekvencia sávban, tehát a hallható frekvencia sávban legalábbis mindenképpen a lehető leglineárisabban vigyen át. Hát a fül nem így működik, pontosabban az agy. Ott bizony nagyon nem lineáris az átvitel, és a kettő együttműködve alakítja ki azt a hangképet, ami nem is feltétlenül úgy jelenik meg a fejünkben, ahogy az a valóságban elhangzik. Tehát sok ilyen tényező szerepel a pszichoakusztikus szempontok között. Ilyen például egy egyszerű, de erről majd még beszélünk, ugye amikor lehalkítjuk a zenét, biztos, talán nem tudatosult mindenki, de bizony, amikor lehallgatjuk a zenét, egyszer csak azt halljuk, hogy addig volt jó basszus, jó magasak szóltak, még minden szép telt hangzás volt, és ahogy kezdjük lehallgatni, egyre inkább a középen szól, az ének hangot halljuk, meg az ének a középfrekvencia tartományban lévő hangforrásokat halljuk, mert a fül erre a legérzékenyebb. Tehát, hogy úgy mondjam, leegyszeresítve a legnagyobb erősítése a fülnek a középfrekvenciákon van, tehát hogy durván az 1000 Hz-től a 4000 Hz-ig tartományban. Ennek egyszerű az oka, az emberi hang az ebben a tartományban tartalmazza az úgynevezett alapharmonikusokat, majd beszélni fogunk róla, és ez azért találta ki így a Jóisten, vagy valamelyik programozott az égben, annak idején, hogy a kommunikáció minden zavaró körülmények között is megtörténjen, tehát az ember az embert mindig értse. Na hát ezzel a tulajdonsággal bizony már ugye
jelentkezik a probléma, hogy ebben mindig is nagy az erősítés. Tehát abban például, hogy lealkítjuk a zenét, megszűnik a basszus, megszűnik a magasan, próbáljátok ki, mert ugye erre nem figyelünk, mert ezzel együtt élünk, természetesnek tűnik, de ez egy probléma, tehát amikor mi keverni kezdünk egy zenét, ezzel maximális mértékben tisztába kell lennünk. Tehát ez például egy ilyen pszichoakusztikus szempont. És hát ugye van a harmadik tényező, ez a szubjektív megközelítés, amiben elsősorban a művészeti szempontok játszanak közre. Művészeti szempontok, hát ez a legjobb része a dolognak végül is, mert itt nem kell korlátok közt mozognunk. Tehát nyilván ennek is van egy határa, de lényegesen szélesebb határokat láthatunk, amikor művészeti szempontokból vizsgáljuk a mixet, vagy a keverési folyamatot. Nothing can change the way you feel. A Monday you